Adni öröm. Ezzel a címmel indult idén már 25. alkalommal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az egyik legnagyobb áruházlánc közös akciója. Ennek keretében tartós élelmiszereket gyűjtenek rászoruló családoknak. Pécsett a belvárosi bevásárlóközpontban találkozhatnak a vásárlók a szolgálat munkatársaival. Ez a hölgy például rendszeresen adakozik több szervezetnek is. Én amúgy is a mentőszolgálatnak, a madárkórháznak, az onkológiai résznek én mindig adományozok. És a gyerekeknek is, és amikor lehet ilyen jegyeket kapni, ilyen 500 forintosokat, én nekem nem tudom, nekem ez fontos. És nagyon sajnálom, hogyha a gyerekek éheznek, vagy nincs meg nekik, úgyhogy én szeretek adományozni, jól esik. Már az első napon, december 16-án a kora délutáni órákban is látható volt, hogy sokan hozzájárulnak az akcióhoz. Emellett a résztvevő üzletben 500 forintos kártyákat is vásárolhatnak az adakozók, amelyeket a gyűjtés végén a szeretetszolgálat munkatársai élelmiszerek vásárlására költenek, kipótolva a tárgyi felajánlásokat. Amikor a gyűjtés véget ért, akkor ezekből az élelmiszerekből adománycsomagok készülnek, és mindig az adott gyűjtési pont környékén, tehát itt Pécsett például a pécsi vagy a Pécs környéki rászorulók számára személyesen juttatjuk el ezeket az adománycsomagokat, azért, hogy a karácsonyi ebédet egy kicsit gazdagabbá tudjuk tenni, és ők is részesüljenek olyan dolgokból, amiket nem engedhetnének meg maguknak. Az országban egyébként 149 helyszínen zajlik a máltai sok gyűjtése egészen december 21-éig. Ez idő alatt olyan alapvető élelmiszereket várnak, mint a liszt, a cukor, az olaj vagy éppen konzervek.